Kitartásról és erőről szólt ez a nap a fiataloknak, akik igencsak kitettek magukért. Köztük az a 22 fiatal tolnai kajakos, akik szintén megmérettették magukat a Pakson megrendezett regionális téli fizikai erőfelmérő versenyen. Összesen 10 szakosztály, több mint 200 kajakosa és kenusa vett részt. A Magyar Kajaknő Szövetség 2021 év elején, nagyjából február hónapban létrehozta országosan a különböző regionális akadémiákat. Ezek közül a mi akadémiánk, ami a Dél-Dunántúli régiót képviseli, Dunaújváros, Dunaföldvártól délen a Dunamentén, illetőleg körkörösen a Balaton, Balaton déli partja egészen a Dráváig határokon belül fekszik. Szóval ezt az akadémiát képviseljük mi. A mi akadémiánk Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakosról kapta a nevét, amire azt gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék lehetünk, hogy a Zoli nevét képviselő akadémiát visszük, és abban sportolnak gyerekeink. Lényegében az akadémia itt összefogja az adott terület, adott régiónak a működését, a versenysportját, a képzését. Igyekszünk minél több dolgot hozzáadni a gyerekek felkészítéséhez, támogatva, segítve az edzőket. Lehetőséget kaptunk arra, ugye itt a pandémia idején is, hogy a versenysport az folytatódjon tovább, hogy edzéseket tudjunk tartani, illetőleg, hogy bár zárt kapus rendszerbe szülőktől, nézőktől elzártan, de lényegében a versenysportot is folytathassuk. Éppen egy héttel ezelőtt volt az akadémia kölyökkorosztályú versenyzőinek egy edzőtábora, futótábor volt Orfűn, különböző erősítésekkel. Kicsit erre is építve most az őszi erőfelmérőt végre valóban élőben meg tudjuk tartani. Itt a különböző korosztályoknak az erősítés, illetőleg állóképességi felmérései zajlanak. A nagyobbaknak 12 perces kuperfutás, a kisebb gyerekeknek iskolakört kell futni, továbbá milyen benti feladatsorok, húzózkodás, plank, karhajlítás, hasgyakorlatok korosztályfüggvényében vagy lábemelés formájában, vagy éppen az iskolában is használható netfit has felméréssel dolgozunk. Tulajdonképpen valamennyire az akadémiákat is összehasonlítjuk, de elsősorban ugye egy adott korcsoportban az akadémia területén sportoló gyerekek között alakul ki egy rangsor, ahol vizsgáljuk a minőségi létszámot, hogy jelenleg hol tartanak a gyerekek, és február végén, vagy február elején újra mérjük a gyerekeket, hogy hogy zajlott az alapozás, ki hogy tudott dolgozni a télen. A tolnai kajakosok minél több érmet szeretnének szerezni, így nyilatkozott a verseny elején vezető edzőjük, hiszen akkor sikerélménnyel térnek haza a fiatalok. Az alapozás elején tartunk, ilyenkor van ez a felmérés, a Heraklész felmérés, ez a Kammerer Zoltán akadémiai egyesületek vesznek ezen részt. Hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, tavasszal nem tudtunk jönni, online felmérés volt mindenki az egyesületében. Tehát évek óta ide járunk, nagyon jó a helyszín is, a rendezés is, mert egy helyen van minden, nem kell elmenni sehova, és közel van minden egyesületnek ez a helyszín. 22 fővel jöttünk Tolnáról. Igen, lányoknak is, fiúknak is, ők is várták a versenyt, ugye érmet lehet kapni, az első 6 helyezett éremdíjazásban részesült. Az erőállóképesség az nagyon fontos, a téli erőgyűjtés is erről zajlik, és ugye vízi versenyek nincsenek, hát így legalább találkozhatnak egymással, és versenyezni szeretnek a kicsit. Ami nagyon fáj, az a lábemelés, egy percig kell fej fölé fogásig megérinteni, az fájdalmas, harcsizom, az tud fájni, a többi az nem, a szívesen, ez egy kicsit fáj. Szakmailag azt az elvet valljuk, hogy a legkisebbeknél a részvételt díjazzuk, hogy teljesítették a felmérést, hogy itt voltak, minden kisgyerek egy oklevélben és egy kis ajándékcsomagban részesül, míg ahogy a korosztályban megyünk fölfelé, a kölyök korosztály felé, ott már valóban az első, ugye nálunk nem az első hármat, hanem az első 6-ot szoktuk díjazni, a 4., 5., 6. helyezettek is bronzéremben részesülnek, egy kis plusz motiváció szerzés gyanánt. A tolnaiak 7 éremmel tértek haza. Horváth Zsófia, Barina Bence Márton, Szabó Erik, Szakály Vanda, Gyöngyösi József, Táborfi Márk és Mármarosi Noel örülhetett a megerőltetett nap végén.